Megtaláltam a legaranyosabb, vagy muszáj mondom, hogy cukibb, de mindenféleképpen legegyedibb fényeket. A Zionnak a két új fénye nagyon különleges formfaktorral felépítése rendelkezik, és 100 watt outputra is képesek. Eléggé szkeptikus voltam az elején, főleg, hogy olyan fényem is vannak, mint az Aperture 600D, de két olyan felhasználási esetet találtam, amiben szinte egyből őket használom. Hogy mik ezek? A videó végén ki fog derülni, lesz unboxing, funkciók átbeszélése, kezdjük el, de előtte intro. Két fényről is fogunk ma beszélni, a Zionnak a Molus X100-ról és a G60-ról. Egy nagyon vékony, ilyen kicsit vintage-es, akár zsebbe is rakható, vagy rubik kockás dizájnjuk van, és ahhoz képest meg nagyon profik a számértékei, mindent átbeszük, és elég erősek is. Ugye az X100 az 100 wattnyit jelent, és csak 385 gram, míg a G60, ami tényleg egy rubik kockához hasonlít, ugye 60 wattos, és csak 300 grammos. Tök egyszerűen be tudom rakni még akár egy ilyen kis táskámban is, és semmilyen más COB fényt nem láttam, ami ilyen. Ha tetszenek, és ez a videó is, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Az X100 3881 luxot tud mindenféle reflektor nélkül, és 17317-et a Zionnek a mini reflektorával. A CRI az 95, a TLC az 97. A G60 az 2376-ot tud reflektor nélkül, és 11194-et a mini reflektorral, és 96 CRI és 97-es TLC-je van. A színhőmérsékletet 2700 és 6500 között tudjuk állítani, és nagyon jól használni kis tekerő gombok vannak rajta. Amúgy képzeljétek el, hogy Bowens mountosak, tehát egy adapterrel bármit tudunk rá csatlakoztatni, de a Zion csinált hozzá egy ilyen kis mini diffúzert, mini softboxot, úgyhogy érdemes megnézni, hogy konkrétan ez ilyen kis kiegészítők is milyenek. Na most ezen a ponton jogosan kérdezheted azt, hogy oké, de mi a helyzet azzal, hogy mondjuk túl melegszik, vagy hogy túl zajos lesz? Nagyon jó kérdés, de a legnagyobb meglepetésemre, amikor használtam őket, sosem melegedtek túl, és szinte tényleg hallani sem lehet őket. Ez annak köszönhető, az X100-nak van egy ilyen giroszkópos, valamilyen ilyen áttetsző, nagyon durva hűtőrendszere ventilátorral. És hogyha már ilyenekről beszélünk, akkor nagyon sokféleképpen lehet neki áramot adni, rá lehet rakni egy ilyen kis grippet, és akkor az egy külön aksi, de akár egy powerbankkel, és meg nyilván 220-ba betöltve és bedugva is nagyon jól tudjuk használni. Na de akkor kinek való? Tökéletes például a vloggereknek, akik utaznak, vagy olyan helyzetben vannak, ahol tényleg a legkisebb fényt szeretnék csak magukkal vinni, de mégis egy ilyen nagyon lágy, kellemes fényre van szükségük. És a másik felhasználás, amit mondtam neked, az egy nemrégiben lett egy ilyen 360-as rigem, amiről lesz majd egy külön videó, úgyhogy mindenféleképpen iratkozz fel. Annyira király dolgokat lehet vele csinálni, de ugye ahogy forog a kamera egy valamilyen tárgy körül, fix fényekre van szükségem, és eddig ezt kicsi csőfényekkel vagy LED panelekkel oldottam meg, de ilyen túl erős, direkt lett a fény. Viszont ezzel a két fényjel nem kell aggódnom, hogy túl nehezek, mert ugye nagyon könnyűek, és pontosan olyan fényt tudok csinálni, lágyan, elmosottan a softboxokkal, amilyet szeretnék. Mindenféleképpen nézd meg azt a videót is, de most beszéljünk az árakról. Az X100 az 80 ezer, a G60 pedig 70 ezer. Ilyen áron ennyire jó fényeket, főleg, hogy hordozható és meg erős is, nem fogsz találni. De mit gondolsz róluk, meg egyáltalán a dizájnjukról? Hol használnád? Kezdjünk el beszélgetni a komment szekcióban. Ha most kezdeném előről, biztos, hogy ezek lennének amúgy az első fényeim, és hogyha neked is kell egy könnyen hordozható, jó fényt adó, jó minőséget, erős, elég erős outputtal, akkor szerintem ez az egyik legjobb választás, amit találhatsz. De mielőtt döntesz, azért nagyon király időszakban élünk, mert rengeteg opciónk van, például nemrég jelent meg az Amarannak az új pixel alapú csőfénye, erről is van egy review, nézd meg, vagy hogyha egy ilyen brutál tankot, culát szeretnél, akkor az Aperture 600D
Nekem még biztos, hogy sok is, de erről is van egy review-m, ezeket itt meg tudod nézni. Köszönöm, hogy itt voltál, mindenféleképpen iratkozz fel, a kis csengővel együtt, mert mondtam, rengeteg király tartalmam jön. Lájkolj, kommentelj, nem tudom, ezt mondtam-e már, de a lényeg, hogy nagyon remélem, hogy találkozunk a következő videókban, mondjuk ezekben. Klikk! Köszönöm, hogy itt voltál, szia, sziasztok!